Ime a Gyirmóti a kezdő csapatát. Ezen a mérkőzésen Urbányi István vezetőedző három helyen változtatott a múlt heti Fradi elleni mérkőzéshez képest. A két Krisztián, Kolcsák és Tamás ezúttal sérülés miatt nincs ott a kezdőben. Csiki viszont szintén a kispadon találta magát. Helyükre Vas, Bori és Madarász került be ezúttal a kezdő 11-be. Ami pedig a hazaiakat illeti, Marco Rossi négy helyen változtatott. Gazdag, Lovrics, Hidi és Hollander nincs ott ezúttal a kezdő 11-ben. Az ő helyükön Vasiljevic, Bobál, Nagy Gergő és Kosta bizonyíthat most kezdőként, úgyhogy Gazdag sorozata megszakad. 28 bajnoki után nem lesz kezdő ezúttal ezen a találkozón. Itt igazából már csak a szép búcsúban reménykedhetnek a gyirmótiak az utolsó 5 fordulóban. Azért óriási nagy csodának kellene bekövetkezni ahhoz, hogy bent maradjanak az élvonalban. Jelen pillanatban 11 pont a hátrányuk a Diósgyőrrel szemben, de még a Diósgyőr is kieső helyen. Gyirmóti szabadrugás, tehát Grófnak nem kell végül labdába érnie. Egy méterrel fölé ment ez a kísérlet. Életerős löket, de egy picit fölé. Nagy Sándor rúghatja ki, ugye ő az első számú kapus azóta, hogy Sebők Zsolt sérüléssel bajlódik. A cserekapus Rusák Edvárd a kispadon. Novák fejel fölé közben. Vas Patriktól érkezik a beadás. Novák pedig megemel, vagy megelőzi a védőket. És a legmagasabb rúgolva fejel. Ott hiába jön vele vissza Kamber, még lök is rajta egyet. Majd, hogy nem szöglettel felérő ez a bedobás Barát Botontól. Ezért is simán bedobja oda az ötös vonala környékére. Ezúttal is ez történik. Eppel azonban nem tud fejelni. Lanzafame! Gyönyörű mozdulat. De mellé megy. Na, lássuk még egyszer. Itt a mozdulat Lanzafámétól. Nagy Lanzafámét keresi megint, ezúttal eljut az olasz igalabda. Kissel szemben Lanzafáme középre, Eppel vezet a Honvéd! Egy-egy gyönyörű megmozdulás a két csatártól, és megszerzi a vezetést a Honvéd. Mondom én, de időközben Gágyanyi jelzésére Szűcs Gergely visszafújja egy szabadrugás kifelé. Elsőre megadta a gólt a játékvezető, de aztán az alapvonali asszisztense jelezte, hogy szabálytalan volt ott középen Eppel. Ott húzzák, vonják egymásra Dejiccsel, és aztán tény, hogy elég magasra emeli a lábát. Igazából azt hiszem, talán valóban jó döntés született. Nagy Gergő, Lanzafáme, meg lehet próbálni. Még egyszer elhúzzák a lábát 11-es a Honvédnak. És akkor most jöhet az érdekesség, Vas Patrik kap a sárga lapot közben ezért a szabálytalanságért. Szóval, hogy ki fogja lőni vajon ezt a büntetőt a Honvédnál? Valószínűleg Eppel Márton. Eppel tehát. És ez már valóban bent van. Vezet a Honvéd, most már tényleg elmondhatjuk. Eppel Márton a gólszerző. És megint újra fogják rúgni, illetve hát nem megint újra rúgják, csak megint érvénytelen a gól. Hát ez hihetetlen. Eppel Márton kétszer a kapuba talál 2 percen belül, és egyik sem érvényes. Na lássuk, lesz a harmadik. Ez pedig már nincs bent. Hihetetlen, mi történik itt. Bori tehát fölé megy. Pont középre lőtte egyébként, tehát a kapura megy, akkor is nagy valószínűség szerint hárította volna ez Gróf Dávid. Kisrúgja a szögletet. Jön középre a labda, ott a lövés, Gróf véd! De még nem nyugodhat meg, még egyszer bele kellett öklözni ebbe a labdába. Lanzafáme látja, hogy jön mellette Ikene King és Barát is. Most megindulhat egy gyors kontrával a Honvéd, de jönnek vissza a gyirmóti védők is, és vissza is értek. Ikene King középre, és Eppel elől fejeli ki Bori. Hát az utolsó pillanatokban itt, utolsó percekben felpörögnek az események. Eppel
Szépen szelidíti meg a labdát Bori mellett, aztán Bori addig ráncigálja, még csak ne fújja a játékvezető. Lanzafame, ez már lövőhelyzet, ballal nem lő, viszont jól hozza a játékba Zsótér, Zsótér középre, még mindig ott a lövés, Koszta lövését védi Nagy Sándor. Lanzafame remek passz a Zsótérnak, majd utána Nagy, és még egyszer. A bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú ez a mérkőzés a Honvédnak. Nem engedhetik meg maguknak a hazaiak, hogy pontot veszítsenek. Lanzafame lövőhelyzet, keresztbe lövi. Pontatlan, gazdag szerez labdát, és ezzel elindulhat Lanzafame. Egyelőre három Honvéd játékos, hat gyirmóti védővel szemben hozzárkóznak fel a többiek. Hollander. Zsótér a gyönyörű összjáték, Hollander vissza Zsótérnak, de nagy lövés volt Zsótér Donáttól. Itt Hollander megtalálja Zsótért, egyből visszateszi neki, megint csak rögtön jön a passz, és aztán Zsótér életerős lökete jelen pillanatban. Ha így maradunk, 33 pontja van az MTK-nak, és 21 a Gyirmótnak, de lássuk, mi van a szögletnél. Barát, Nagy Sándor véd a kapufánál óriásit. Zsótér tekeri középre, Eppel nem tud fejelni, aztán még ott maradt Hollander előtt, Hollander lő! Ezt is leblokkolják a gyirmóti védők. Zsótér tekeri be, kapura! Résen kellett lennie Nagynak. Hát, hogyha középen nem találja meg a csapattársakat, akkor megpróbálta kapura tekerni. A túloldalról Lanzafame végzi el. Hasonlóan, ez pedig a kapufán csattan. Ez pedig már kirúgás. Kamber dobja be. Van csúsztatás, ott van még a labda, ott a fejes, és ott a gól! Davide Lanzafame a 95. perc legelején csak begyötri a Honvéd gólját, és ez már szabályos. Ezt már megadja a Szőcs Gergely játékvezető. Csak győz a végén a Budapest Honvéd. A 95. percben Lanzafame megszakítja a hosszú gólvöltjét, és megszerzi a Honvédnak a nagyon-nagyon fontos győzelmet. Itt a bedobás, meg tudják ott csúsztatni középen, és Eppel volt az, aki tovább tudta fejelni. Így van. És aztán Lanzafame a felső légy segítségével begyötri a Honvéd gólját, és óriási öröm a hazaiaknál, hát egy ilyen kiszenvedett siker elképesztően fontos a Honvédnak. Halkan jegyze meg az MTK is vezet közben, a Gyirmót kiesik. Ez most már biztos, mert hogy a Diós Győr mérkőzésének vége van, elől Nagy Sándor is. Így pedig üres a kapu, Zsótér előtt a labda, üres kapu van előtte, Zsótér lövi el! Beszédül! Beszédül! Nem szédül be! Szőcs Gergely lefújja a találkozót, a 95. percben szerzett Davide Lanzafame gólla, kiszenvedi a győzelmet a Honvéd.